nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mit? Egy ridikül. Szép késő délután kívánok a kedves nézőknek! Ez a Ridikül, a Duna napi női beszélgetős műsora. Mai kérdésünk, amelyre választ keresünk, génjeinkben meg van írva. Vendégeink! Dr. Lengyel Erzsébet, onkológus osztályvezető főorvos, a Merrák Fórum önkéntes orvosa, futó nagykövet. A daganatos betegségek körülbelül 50-60%-a életmódunkkal összefüggő tényezők miatt alakulnak ki, és csak körülbelül 5-10%-ban örökölt. A daganatok több mint 40%-a megelőzhető. Dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem genomikai medicina és ritka betegségek intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Úgy látja, a jövő orvoslásában nagy szerepe lesz genetikai térképünknek, amelyből kiolvashatóak a különböző betegségekre való hajlamaink. Professzor Dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervájzor, a pszichológia tudomány kandidátusa. Úgy véli, génjeink lehetőséget rejtenek magukban, de nem a sorsunkat. A legtöbb öröklődő tulajdonság csak bizonyos környezeti hatásokra szólal meg. A beszélgetést irányítja ma is Diósi Klári. Ahogy telnek az évek, egyre jobban látja, mi az, amiket a szüleitől örökölt. És leginkább a gyereknevelésben érzi, hogy visz tovább bizonyos mintákat. Ez sokszor ösztönös. Hölgyeim, én át is adom a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Örök kérdés, hogy mi mindent határoznak meg a génjeink, és hogy mi mindenben alakítjuk mi a saját életünket. A kutatók izgalmas és meghökkentő felfedezéseket tettek ezzel a témával kapcsolatban az elmúlt években, és hát igen-igen, bizony tudjuk alakítani bizonyos fokig a génjeinket, az érzelmeinkkel, az életmódunkkal, és hát ez hatással van a jövőnkre és a jövő generációjára is. Hát Erzsébet, itt nálad már kezdtük itt a bevezetőben is mindenféle százalékokkal és számokkal, amire persze ki fogunk térni, de muszáj azzal kezdenem ezt a beszélgetést, hogy hány százalékát ismerjük egyáltalán a génjeinknek, mert ez is egy meghökkentő szám lesz, Judit. 2003 óta ismerjük a teljes humán gén térképet, akkor sikerült ugye végigszekvenálni. Azóta 15 év telt el, és tulajdonképpen 52%-áról a génekről egyáltalán nincs információnk, hogy mi a feladatuk, és hogy az egészségünkkel vagy a betegségünkkel milyen kapcsolatban vannak, és 15% az, amiről pontosan tudjuk, hogy hogyan határozza meg a betegségeket. Ezek elsősorban az egy gén által meghatározott betegségek, tehát ahol nagy valószínűséggel kialakul a betegség, és a fönnmaradó, tehát vannak a szürke zónában levők, azokról tudjuk, hogy bizonyos betegségekre hajlamosítanak, azonban még nem tudjuk pontosan, hogy mi az, amikor beindulnak ezek a betegségek, mi az, azok a környezeti hatások, amelyek igazándiból elősegítik azt, hogy kifejeződjön ez a betegség. Hát utaltál is a géntérképre, és tudom, hogy amikor ezt meghallottuk, amikor erről hallottunk, az egy mekkora forradalmi dolog volt, és az is a mai napig, de akkor tulajdonképpen ez még nem egy végleges dolog, mert ha jól értelmezem, akkor ezek a százalékok annyira mozognak majd a következő években, évtizedekben, hogy át is alakulhat? Pontosan azt sem tudjuk, hogy hány génünk van. Azt gondoljuk, hogy kb. 22 ezer génünk van, de ez egyáltalán nem biztos. És tulajdonképpen az utóbbi időben vált olyan áruvá egy teljes genomnak a szekvenálása. Most már kb. 1000 dollár, amelyre meg lehet szekvenálni egy teljes genomot. És igazándiból most kezdjük el gyűjteni ezeket az adatokat egészséges emberektől, beteg emberektől, és igazándiból ezek a jelenlegi kutatások fognak nagyon sok új információt hozni, abból a szempontból, hogy milyen feladatokat is látnak el ezek a gének. Szekvenálni a genomot, ezt magyarázzuk el a nézőinket, ezt lehet, hogy nem értik azért. Ezt úgy tudjuk elmagyarázni, hogy ugye az örökítő anyag az a DNS, a DNS-ben bázisok, bázispárok vannak, ebből alakul ki ez a kettős helix molekula, a DNS-ek fogják a géneket alkotni, és a gének kromoszómákba rendeződnek, tehát valahogy így lehet igazándiból ezt fölépíteni, és a kromoszómák pedig a sejtmagban vannak, a sejten belül. Azért remélem, hogy megbocsátjátok, tehát én a laikus nézőt képviselem, és majd néha lehet, hogy ilyen szakszavakba bele fogok kérdezni, de hogyan csoportosíthatjuk úgy a géneket, Emőke, hogy a te szakterületed szerint, amiben már mondjuk a pszichoszomatika is érvényt szerez?
Őszintén szólva, mindaz, amit eddig hallottunk, ehhez azon a ponton kapcsolódnék, hogy ugye tudjuk, hogy vannak olyan alapvető gének, amik meghatározzák az életfunkciókat, hát ahhoz azok az érinthetetlenek, vannak a hallgató gének, ahhoz sincs a pszichológiának köze, ahhoz a pici kis területhez van köze, ahol érvényesület, sajnos muszáj ezt a szót bedobnom, hogy metiláció, tehát hogy bizonyos külső hatásokra a gén a DNS struktúra megváltozik, és hogy ennek a jelentősége óriási nagy, mert ez az a terület, ahol tulajdonképpen a jövő kinyílik, hogy hol lehet behatolni, és igen, tudatosan és nagy-nagy orvosi felelőssége, meg nagy-nagy szülői felelősséggel valahogyan elérni azt, hogy pozitív változások történjenek. És tulajdonképpen a transzgenerációs átörökítésnek a misztikus fogalma is itt kapott igazán helyet, hogy megértettük, hogy sokszor bizonyos környezeti durva ingerek hatására olyan átalakulások lehetnek, amikből például tudjuk, hogy holokauszt áldozatoknak az utódainál bizonyos típusú betegségek gyakrabban fordulnak elő. Tehát nincs mese, sajnos ezt kell mondjam, bizonyítékok vannak arra, hogy behatol a környezeti hatás elég erőteljesen. Másrészt meg én személyesen azon a véleményen vagyok, hogy a gének lehetőségcsomag. Uh-huh. Egy lehetőségcsomag, amelyikre a környezet óriási felelősséggel válaszol, és nem is tudjuk még fölmérni, hogy mekkora nagy a felelősségünk, és én mondjuk ilyen szempontból érdekel nagyon az egész genetika, bocsánat, hogy a szűkebb tartományokba nem is szeretnék behatolni, de ott, ahol a pszichológia felelőssége elkezdődik, ott ezerrel, mert a nevelésben van jelentősége, mikor nyílik ki egy gén arra, hogy mind a potenciál, hogy megvalósuljon. Uh-huh. Kell, hogy legyen kulcsinger hozzá. Akkor azt mondtad, kulcsinger, igen. Tehát amikor utaltál, hogy vannak úgynevezett módosító gének, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a viselkedésünkre. A viselkedésünkre, igen. Tud hatással lenni. Annyira sok az a téves, de rengetegen hiszik azt, vélik azt, hogy a génekben fátum van. Hát olykor lehet, hogyha valóban olyan mondjuk egy betegséghordozó. De általában a személyiséget illetően ilyen fatális meghatározottság nincsen. Hát hajlamosító van, mert az alkat és a temperamentum azért döntően, igen, hogy egy piknikus alkatú emberből nem lesz atlétikus, de viszont az tény, hogy ezek az adottságok, ezek mind hajlamok, nagyon erősen befolyásolhatók, és én kapcsolódom hozzád azzal, már ugye a bevezetőbe hallottuk, hogy milyen nagy a környezet jelentősége, óriási nagy, például a táplálkozásé. Hát nem is hinnénk, hogy mekkora, és számos dolognak. Hát a nevelésnek aztán nagyon-nagyon-nagyon jelentősége. Az Erzsébet területe pedig az onkológia, mert hogyha génekről beszélünk, nagyon sok embernek eszébe jut, hogy vajon a gének mennyire szerepet kapnak abban, ugye itt beszélhetünk örökletes, meg daganatos betegségekről, szóval honnan tudjuk mi, hogy hajlamosak lehetünk ezekre? Én szerintem a magyar társadalomban egy tévhit van ezzel kapcsolatban, tehát sokkal nagyobb számra gondolnak, mint a valóság. Körülbelül a daganatos betegségeknek a 10%-ában van szerepe a genetikának. Igen, sokkal nagyobbra gondoltam sokkal, én is. Sokkal többre gondolnak, és ellentétben a bevezetőben, hogy elhangzott, tehát 90%-ban vagy a környezet, vagy pedig maga az életstílusunk felel azért, hogy kialakuljon a daganat. De az egyik ilyen felhívó volt pont erre ez az Angelina Jolie jelenség, aki a BRCA1-2 gént, az emlőrák, illetve a petefészek rákra hajlamosító gént a médiában megjelentette, hogy neki ezzel kapcsolatban alakult ki az emlőrákja. Ez nagyon jó volt, mivel egy felhívás volt az embereknek, de egyrészt ez mondjuk a genetikai vizsgálatok számát megnövelte, meg a plasztikai sebészeknek a műtétjét is, de ugyanakkor, meg én találkozom nagyon sokat a gyakorlatban emlőrákos betegekkel, vagy hozzátartozókkal, és ők mindjárt abba indulják, ha egy korai emlőrákról van is szó, hogy biztos genetikai alapja van, mind a két emlőmet le akarom vetetni. Tehát van ennek egy pozitív hatása is a felhívásra, de van egy negatív hatása is az emberekre. Ezzel kapcsolatban nekem is lenne egy megjegyzésem. Ugye nagyon sokan követik Angelina Jolie-nak a példáját, BRCA1-2 annak a génnek a neve, amelyben, hogyha vannak bizonyos mutációk, akkor nagyon erős hajlamosítottságot jelentenek. De ugyanúgy, ahogy Erzsébet is mondta, ez egy nagyon erős hajlamosítottság,
És akkor a mai műsornak a témája itt jön be, hogy vajon mikor alakul ki valakinek emlőrákja abban az esetben, hogyha van erős hajlamosítottsága. Erre most éppen fut egy vizsgálat, Libra neve, Németországban, 2 évvel ezelőtt indult, és azt nézik, hogyha a BRCA pozitív hölgyeknek mondjuk más a testsúlya, más a táplálkozási szokása, mennyi a mozgás, a tréning, dohányoznak vagy nem dohányoznak, és 2 csoportra osztották őket, az egyik csoportot tanítanak, és meghatározott program szerint tornáznak, és meghatározott étrendet kapnak, a többit pedig fölvilágosították, azonban nincs egy direkt instrukció, és ennek most várjuk az eredményét, és ez nagyon sokat fog segíteni, hogy az életmódunkkal igazándiból egy ilyen nagyon erős hajlamosítottságot jelentő gén esetében is mi az, amit tudunk tenni. Hát az életmódunkkal... életmódunkkal, meg az érzelmeinkkel. Azért szeretnék velekiben kapcsolódni, mert ugye például, amikor a depresszióra hajlamosító HTTLPR-5 rövid allélt felfedezték, hurrá, megvan, tudjuk, hogy majd ki az, aki esélyes a depresszióra. De csak esélyes, mert nagyon sokan hordozók, génhordozók, és nem lesznek depressziósok. És itt van a jelentősége annak, amiről beszéltél, hogy bizonyítható, hogy az életmóddal megtanulnak stresszt kezelni, megtanulják kezelni a vitáshelyzetet, konfliktuskezelés, számos dolgot, és valahogy mégis milyen érdekes, hogy alszik a gén. Hát miért nem lesz depressziós? Azért, mert mindent megtett a személyiség védelme érdekében. Ugye az, hogy mindenki hoz egy készletet magával, tehát egy genetikai készletet, az mindenkinél adott. És olyanról már én is hallottam, hogy vannak védő gének, meg hajlamosító, ugye? Hajlamosító gének. Na, de hát ez akkor azt jelenti, hogy az egyikünkben egyiknél máshogy van, mint a másikunkban? Van, akinél több a védő, van, akinél több a hajlamosító, most nagyon laikusként képezve. Igen, tulajdonképpen ezt 2 külön csoportra oszthatjuk, az egyik az csak gének szintjén történik, úgy, ahogy említetted. Egy klasszikus példát mondanék, Alzheimer kornak tudjuk, hogy melyik az erős hajlamosító tényezője. Ezt úgy hívjuk, hogy APOE gén, és ennek egy bizonyos alléja, hogyha jelen van, akkor 70 év fölött nagyobb az embernek az esélye, hogy ki fog alakulni az Alzheimer kor. Azonban ez egyetlen egy rizikófaktor, hiszen ahhoz, hogy valakinek Alzheimer kórja legyen, sok egyéb más rizikófaktorának is kell lenni. És ugye ezt meg kell érteni, amikor valaki ezért jön genetikai tanácsadásra, hogy a családban sok idős hari Alzheimer kor volt, és szeretné ezt megnézetni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez az ő sorsa, hogy biztosan Alzheimer beteg lesz, azért, mert az, hogy ő mennyit mozog, és hogy elhízik, magas a vérnyomása, magas a koleszterin szintje, azok ugyanilyen rizikófaktorok, és ez egy lesz a sok közül. De ez ugyanúgy a Erzsébet nálatok, a daganatos betegségeknél, és lehet, hogy még 10 pár társ dolgot föl lehet sorolni, ami ezt hát előidézi. Általában általában a daganatos betegség az nem egy génhibából adódik, hanem ugyanígy hozzájárul az, hogy valaki a legnagyobb arányban az a dohányzás. Tehát 30%, körülbelül a világon 6 millió ember a dohányzás és a betegségébe hal meg. Tehát azt tud egyrészt a génekben, dohányzás, alkohol, és tényleg életmód. Na, akkor nézzük a dohányzást, az mit okoz a génjeinkben? Mert ugye azt mondjuk, hogy a génjeink hatnak ránk, de hát azért mi is tudjuk alakítani, és arra utaltatok, hogy ennek nyoma van, le tudjuk ezt úgy képezni, hogyha én most dohányzok, akkor annak a nyomai mondjuk egy unokában ott vannak? Szintén skandináv felmérésekből származik a történet. Azt találták, ott nagyon jók az anyakönyvek, és mindenkinek a betegségeit is szokták listázni halála után is, hogy milyen betegsége volt, és azt fedezték föl, hogy a dohányzó édesanyáknak, az unokáinak lett sokkal gyakrabban asztmája, illetve különböző allergiás betegségei, tehát itt egyértelműen lehetett bizonyítani, hogy mi is történt. Az történt, hogy ugye, amikor dohányzott a mama, amikor terhes volt, akkor az ő pocakjában fejlődött az embrió, és az embriónak akkor fejlődtek a petesejtjei. És ezekben a petesejtekben csendesített bizonyos géneket el az akkori dohányzás, és később, amikor megszületett a lánygyermek, ugye neki megszülettek a további gyermekei, tehát a dohányzó anyukának a nagy unokái, ugye az ő esetükben már csendesítettek voltak ezek a gének, és ezért hajlamosítottak az asztmára. Tehát, hogy egy generációval később jelentkezett a tünet, tehát ilyenkor az ember, amikor terhes, akkor nem is gondol arra, hogy nem csak az ő gyermekére, hanem az ő unokára is hatása van. Igen, annak, ezt nem egyáltalán gondoljuk végig, ezért is mondtam, hogy
Ugye azt mondjuk, hogy a daganatos megbetegedéseknél is jócskán több 10% függ attól, hogy milyen életmódot élünk. Azért a pszichológia és az onkológia hol kapcsolódik össze? Hát ezzel kapcsolatban több cikk jelent meg, de direkt összefüggést, ahogy én olvastam, én nem igazán találtam. Tehát maga az irodalom azt mondja, hogy nincs direkt összefüggés, de ugyanakkor a gyakorlatban azért az látszik, hogy egy gyógyult, mondjuk Emről Ákos betegről beszélünk, és éri valami nagy családi stressz, elhagyja a férje, vagy meghal a gyereke, akkor kiújul a daganata. Tehát valahogy a gyakorlat azt igazolja, hogy van, írják, hogy mindenféle hormonális hatások, vagy az immunrendszer gyengülése következik be. Tehát ha depresszióval éli át valaki a betegségét, az nem gyógyul rosszabbul, mint aki pozitívan áll hozzá a betegségéhez. Na, Emőke. Hát itt mutatkozik igazából meg az, a jó léte, tehát hogy jó a tudomány lesz. Milyen furfangos is tud lenni. Igen. Van bizonyítása valaminek, meg van ellenkező igen. állítás. Tehát nagyon sok a vizsgálat, és ezért talán egy versengés is folyik, mert pszichológiai szempontból bizony, tanítjuk is, tudjuk is, hogy minden veszteségélmény, minden súlyos veszteség és lelki trauma, nagy distresszek, megrázkódtatások, életváltásban olyan fordulatok, amiket az illető kataklizmatikusan él meg, mert itt arról van szó, hogy hogy élem át, nem az, hogy az az esemény milyen, hanem hogy én hogy élem át, tehát az egész kognitív rendszer szempontjából, és ezek hajlamosítók, és ki tudjuk mutatni, erre vizsgálataink vannak, nem személyes nyilvánvalóan, hanem a tudomány biztosít ilyen vizsgálati adatokat, sorolhatom a szerzőket, hogy bizonyos idővel a nagy kataklizma lezajlása vagy a veszteség után jelentkezik a betegség. Tehát az összefüggés így eléggé látszik, és én azt mondom, még akkor is, ha kőkeményen, szignifikánsan nem tudnák igazolni a tapasztalatnak, meg figyeljünk oda, igen. és hallgassunk rá, és engedjünk, és védjük meg az illetőt a nagy stresszek idején, hogy az ne tudjon ilyen szövődményes ártalmakat okozni. Judit? Ebben a felmérésben, amit említettem, azt is nézik többek között, hogy milyen az optimizmusra való uh-huh. hajlama az adott egyének, és hogyan tudja a veszteségeket elviselni, mert hogy én nem onkológus vagyok, én elsősorban neurológiai betegségekkel foglalkozom, ahol ugye vannak neuroimmunológiai korképek, ahol az szintén az immunrendszernek nagyon fontos szerepe van, és én azt látom, hogy azok a pácienseink, akikkel meg tudjuk értetni, hogy ebből a helyzetből van visszaút, és tudjuk egy olyan pozitív gondolkozásra serkenteni őket, akkor jobban tudnak gyógyulni, azért, mert egyszerűen hisznek benne. Persze. És itt a hitről, hagyj mondjak el egy történetet, ugye a placebo effektust mindenki nagyon jól ismeri, hogy amikor nem valós gyógyszert kap az egyén, hanem egy álgyógyszert, ezt főleg klinikai vizsgálatokban szokták használni, és hát nagyon érdekes a történet, hogy a placebo hatására is nagyon sok változás, nagyon sok javulás történhet, és voltak olyan vizsgálatok, hogy vajon mi történik ilyenkor, csak azért, mert hisz benne az ember, és nem, hanem a hit hatására beindulnak az epigenetikai változások, és bizonyos gének demetilálódnak, aktiválódnak, és ez segít bennünket. Ugyanez segít a pszichoterápiában. Tehát pszichoterápiában is vannak ilyen kísérletek, ha én beszélgetek valakivel, és én, mint orvos, ott vagyok, és megértem őt, annak is pozitív hatása van az epigenomra, tehát az, hogy mely géneket aktiválok, és mely géneket csendesítek. Tehát az nem egy egyszerű beszélgetés, az egy terápiás beszélgetés, és annak vannak biológiai alapja. Akkor például, hogyha fókuszba helyezzük a hála érzését, akkor az egy elindíthat egy ilyen folyamatot? Hát a hála is, a köszönetmondás, a megbocsátás, nem hordozok haragot. Ugye hát József Attila, uh-huh. még jó, ha az ember haragja, nem magát az embert harapja. Hát ez egy igen, csodálatos igen. mondás. Valóban minden destruktív érzelem tulajdonképpen kémiája van, molekulárisan leírható, ami a szervezetben destruktív uh-huh. folyamatokat indíthat, és nekünk ezt az összefüggést érdemes látni. Nem a biológiával foglalkozik a pszichológia, hanem azokkal a kiinduló tényezőkkel, amik aktiválják ezeket az érzelmi állapotokat, azoknak az érzelem molekulákat, az idegrendszerben azokat a distressz folyamatokat, amik például akadályozzák a minket egészségben tartó immunrendszert. Distressz, immunrendszer,
és az épsége az immunrendszernek, vagy az ereje, a küzdőképessége nagy mértékben eldönti, hogy föladjuk, vagy sem. De ha én azt mondom, nem éri meg az élet, föltartom a kezem, akkor az immunrendszer követi ezt sajnos. Igen. Ha már immunrendszer, és ahhoz azért, hogy erősödjünk, hogy az életmódunkon is változtassunk, ugye nem csak azért nézek rád, mert hogy te futó nagykövetként futsz is, meg most hétvégén is több órát futottál, de hogy például a daganatok megelőzésében a sport, vagy egyáltalán amire nagyobb rálátásod van a futás, mennyire tud ezen változtatni, ezt befolyásolni? Hát bármilyen sport, gyakorlatilag, hogyha egy egészséges ember megelőzésként akarja használni, akkor naponta 30 perc séta, az már körülbelül 30-40%-kal megelőzheti bármelyik daganatnak a kialakulását. Ezért ezt jó hallani. Tehát önmagában maga a sport is, de a testsúlynak is van külön hatása, tehát nem csak a sport, hanem ha valaki lefogy, akkor nem csak a szívérendszeri betegségek, amiben elsők vagyunk a halálozásban, hanem a rákhalálozás is, és incidenciája is, tehát kialakulása is, száma is csökkenhet. És hogyha egyre többet sportolunk, nem csak ez a 30 perces séta, hanem ezt ha növeljük, minél tovább, akkor... Az emlődaganatosoknál nézték, tehát a részben, hogyha már valaki megkapta az emlődaganatot, vagy prostatarákot, illetve a mérák, ez a három, amiben a testsúlynak és a sportnak a legnagyobb szerepe van, akkor már ilyen 50-60%-os arányokat is írnak le, hogy maga a kialakulást ennyivel lehet, ennyi százalékkal lehet megelőzni. Tehát nagyon nagy százalékokról beszélünk. Erzsébethez kapcsolódom a mozgás jelentőségét illetően, mert ugye a felfokozott mozgástevékenység eleve megváltoztatja a belső szervezeti folyamatokat, endorfin termelés, például endomorfin, belső morfium termelés indul, 50-szer erősebb, mint a mesterséges morfium, és egy kedélyjavító, fájdalomcsillapító, jó közérzetet segít elő, és ez is oda sorolható az egészségpszichológia által elég állított sorba, legyen jó kedélyed, legyél feldobott, hát ha nem ér engem valami örömesemény, a szervezetembe örömöt szerzek azzal, hogy az életet aktiváló mozgást ugye kultiválom. Ha én mozgok, akkor a szervezetem megkapja azt az üzenetet, hogy öröm élni. És valahogy az ehhez tartozó hormon folyamatok segítik az életerőt és az egészségben maradást. Az immunaktivációt biztos, hogy szolgálják. De azért is fontos, hogy erről beszélünk, akár az életmódunkról, akár a lelkünk, hogy milyen befolyással van, mert egyszer azt hallottam, hogy alapvetően élete során valamennyire rákos lesz minden ember, csak a szervezetünktől függ az, hogy ezt mennyire tudjuk akkor is ott leküzdeni. Tehát magyarán azok az onkogének akkor is bennünk vannak, ha nem öröklődésről beszélünk, meg nem mindenféle rossz dolgokra, amit teszünk még hozzá, ugye? Ez így van. Mindenkiben vannak onkogének, és vannak úgynevezett szupresszorgének. Ami védekező. Ami védekezik. Ha ebből a szupresszorgének, amik védik, tehát gátolják azt, hogy az onkogénekből kialakuljon daganat, azok valahogy károsodnak, mutálódnak, akkor is kialakulhat, vagy pedig az onkogének valamilyen ok miatt aktiválódnak. És ez mitől függ? Akár egy vírusfertőzés? Erről beszéltünk, hogy gyakorlatilag 90%-ban ezek az úgynevezett szerzett mutációk, vagy erről beszélünk, és ez lehet például vírusfertőzés. Tehát ismert a méhnyakrák daganat kialakulásában a humán papilloma vírus, ami gyakorlatilag most már, ha valaki szűrésre jár, vagy pedig beadatja magának gyermekkorban az oltást, 90-100%-ban megelőzhető lenne ma már. Illetve van a helikobakter fertőzés, ami a gyomorból kimutatható. Tehát nagyon sokfajta fertőzés van, de az Európában, illetve a fejlettebb társadalmakban nem inkább a fertőzések adják, inkább szerintem a környezeti és a nyugati életstílus. Inkább ha fejletlenebb, illetve afrikai országokba megyünk, ott azért sokkal nagyobb a fertőzés arány, hepatitis és egyéb fertőzések. Ugye ezek a daganat típusok, amiben kevesebb szerepet játszik a környezet, nagyobb szerepet játszik a gén,
és van a többi daganattípus, amelyben nem ismerünk ennyire vezető géneket, abban az esetben sokkal nagyobb szerepet játszik a környezetünk, mint a génünk. Tehát, hogy el kell különíteni azt a két daganattípus, vagy illetve azokat a csoportokat, mert az egyikben az én tudatos magatartásom akár a szűrővizsgálatokra is nagyon sokat tud segíteni. És ugye olyan családban, ahol már három fiatal hölgyet elveszítettünk emlőrákban, az nagyon fontos, hogy aki még életben van, ő tudja, hogy van rizikója, vagy nincs. És ezek... Igen. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de most következzen a játék. Ma azt kérdezzük önöktől, hogy napi hány perc séta van jótékony hatással az egészségünkre. A helyes válaszokat küldjék a játékukat ridikulmagazin.hu e-mail címre, tudják legkésőbb pénteken éjfélig, és azok között, akik bármely adásunkban feltett kérdésünkre elküldik a helyes választ, kisorsolunk egy fél éves Ridikul magazin előfizetést a Ridikul magazin Kft. Jóvoltából, a nyertesek neve pedig ott lesz a magazin Facebook oldalán. És akkor most jön a meglepetés vendégünk, aki az öregedés kutatással kapcsolatban hozott meghökkentő információkat. Ebben a percben lép be a stúdióba dr. Vellai Tibor, az ELTE genetikai tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Nem csak a gének által meghatározott tulajdonságok öröklődnek, életmódunkkal nagymértékben módosított tulajdonságok is, amelyek akár 3-4 generáción keresztül kifejtik hatásukat. Ilyen hatás például a dohányzás, amely komolyan károsíthatja a gének működését még normális szerkezet esetében is. Fogadják őt nagyon nagy szeretettel! Ugye hallgottad a beszélgetést, Tibor, köszöntünk szeretettel, és arról beszélgettünk leginkább, hogy a szerzett hatások mennyire vannak hatással a génjeinkre. Ugye mondtam a felvezetőben, és most mindenki szerintem felkapta a fejét, itt láttam a hölgyeket is a stúdióban, akik ülnek, hogy öregedés kutatás. Ezeket összetudjuk hangolni a génjeinkkel? Abszolút a génjeink felelhetnek mindarról, amiről beszélni fogunk? Néhány évvel ezelőtt megjelent a Nature magazinban egy tanulmány, ahol kis fonálférgekkel vizsgálódtak, és észrevették, hogy egy adott génben lévő mutáció az megduplázza az állatoknak az élettartalmát. Ezek után az állatokat kikeresztezték normális vattípusú állatokkal, visszaállították a normális genetikai szerkezetet, tehát eltüntették a mutációt, és döbbenetes módon a utód generáció még mindig kétszer hosszabb ideig élt, mint a normális vattípusú állatok. És ez a tulajdonság egészen 4 generáción keresztül öröklődött, tehát 4 generáción keresztül, majd valamiért, mai napig ismeretlen mechanizmussal ez a módosulás elfelejtődik a genomból, és akkor visszáll az eredeti normális élettartam. Tehát alapvetően lehet látni azt, hogy a gének elsődleges szerkezetén túl a csomagolásokkal, pakolásokkal együtt járó másodlagos kémiai módosulások, metilációs lépések, jelentős mértékben, nagyon drámai módon tudják befolyásolni a tulajdonságokat, és ez sok generáción keresztül öröklődik. Milyen élettartam van most belénk kódolva? Hát ez lehet egy provokatív kérdés, bár öregedés kutatással foglalkozom, nem merném megjósolni, hogy mi az a határ, amit el lehet érni. Amit fixen tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt a várható átlagos élettartama a fejlett ipari országokban az a 45-50 év környékén volt. Ma az orvostudomány robbanásszerű fejlődésének eredményeképpen 85-87 év ez a várható élettartam ezekben a fejlett ipari társadalmakban. Szóval, aki egy kicsit átgondolja, akkor egy 200 év alatt egy duplázódása történt a várható élettartamnak, és ez még mai napig ez így zajló folyamat, tehát az itt ülő fiatal hallgatók már egy 90-95 éves várható élettartammal fognak szembesülni. Ha azt kérdezik, hogy mi a határ, amit el lehet érni, hát igen, nem tudom konkrétan megmondani, de nagyon csúnya jóslásokban azért bonyolthatok. De olyat ki tudunk mondani, hogy maga az öregedési állapot lehet, hogy, akkor így kérdezem, lehet, hogy megállítható lesz? Mai tudásunk alapján nem tartom kizártnak. Amit fixen látok, hogy genetikai modell organizmusokban, kis egyszerű élőlényekben már egy 5-6-szor hosszabb ideig élő élettartalmú törzseket sikerült elvállítani. Ez humán kontextusban egy 500 éves ember élettartalmába vethető össze, tehát ez egy nagyon elképesztő nagy növekedés. És azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan biológiai rendszerek, amelyeket immortális, halhatatlan biológiai rendszereknek ismerünk. Ilyenek a
csíravonal ősejtek, a rákos ősejtek, nagyon sok szó hangzott el a rákról, ugye a rákos sejtek osztódnak, és ha megfelelő közegben vannak, megfelelő médiumban, akkor ezt az osztódást szinte korlátlanul végtelen fel lehet tartani, és ugyanilyen immortális rendszernek véljük bizonyos alacsonyabb rendű állatok, csalánozók, planárják, hengeres férgeknek a szomatikus sejtjeit. Ha ezt megértjük, és el tudunk jutni az öregedési folyamatnak a mechanizmusához, akkor feltehetően a öregkori betegségen kezelésében, tehát a rák, idegrendszer betegségek kezelésében is nagy mértékben tudunk előrelépni, és igen jelentős mértékben lehet az emberi élettartamot majd megnövelni. Talán nem is csoda, de amikor az élettartam meghosszabbításáról elkezdett beszélni, rögtön eszembe jutott, igen, de az életminőség. Hát az életminőség számít. Hát lehet, hogy 50 évig élek nagyon kiválóan, persze nagyon jó, éljünk 100 évig, de az életminőséget mellé kell tennünk, mint egy nagyon fontos dolgot. Tehát az anti-aging nagy divat már a világban. Persze harcoljunk a korunk, vagyis a természetes öregedési folyamat ellen, én meg azt mondom, harcoljunk úgy az élettartam meghosszabbítása érdekében, hogy kiküszöböljük a betegségeket. Osztom a véleményét, nagyon jó volna, ha ezeket így, ó, de jó volna. Hogyha erre helyeznénk a hangsúlyt, egyébként megnézzük már meg, milyen az életminőségünk. Mert miért van az, hogy Európában nézzünk szét, hogy a mentális betegség milyen magas szinten fordulnak elő Magyarországon, de nem akarok folyton panaszkodni, hogy hazánkban milyen a mentális, igen, általános állapot. Szóval akkor az életminőség milyen? És akkor hát mégiscsak eszembe jut az, amit a pszichológia léptennyomon üzenget, hogy mi az életed értelme. Hogy valóban úgy érzed-e, hogy van miért, van kiért élni? Mert akinek van kiért, miért élni, az a leglehetetlenebb helyzeteket is elviseli. Most konkrétan Viktor Frankra utalok, aki ugye az egész családját hát Dachau-ba vitték, és ő túlélte a koncentrációs tábort, világhírű író, és leírta, és mégis mondj igent az életre, és leírta, hogy milyen módon lehetett látni, hogy azok, akik ugyanolyan táplálékmegvonásban, sanyargatásban részesültek, mint ő, és ő azt mondta, de ő túl fogja élni ezt, mert neki élnie kell, és ez a bizonyos hit, amiről te beszéltél, ez a spiritualitás, vagy életerő, vagy élni akarás, valami olyan hatalmas és láthatatlan erő, amit szerintem nagyon jó volna ebben az egész illettartam meghosszabbítási projektbe betenni, hogy először is találd már ki magad, hogy kiért élsz, miért élsz, mi az életed értelme, akkor aztán erre már rá lehet építeni az élettartamot. Szeretnék kapcsolódni Emőkének a gondolataihoz. Olyannyira, hogy mostanában nagyon sok kutatás van, ami az egészséges öregedésre irányul. Tehát nem csak az, hogy hosszabbítsuk meg az életünket, hanem hogy tudunk egészségesen öregedni, és hogy vannak-e a génjeinkben olyan hajlamosító tényezők, amelyek az egészségre hajlamosítanak. Tehát most nem a betegség oldaláról közelítjük meg a történetet, hanem az egészség oldaláról, és van egy jó hírem, hogy nekünk itt Magyarországon is van ilyen kutatásunk, az én intézetemben elnyertünk erre egy támogatást, és most 100 magyar teljes genomot fogunk szekvenálni, és ehhez várjuk a jelentkezőket, 80 év fölötti egészséges egyéneknek a jelentkezését várjuk, és nagyon fontos ez a kutatás, nem csak abból a szempontból, hogy mi hajlamosít az egészségre, hanem milyen, ami magyaroknak a genetikai állománya. Uh-huh. Hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyes népcsoportoknak más variációi vannak, és ugye a mi kalandos történelmünk folytán a mi genetikai állományunk nem teljesen ugyanaz, mint az egyéb kaukázusi populációknak, hiszen nagyon sok ázsiai behatás van, és ezt a különböző betegségek kapcsán is észleljük, hogy vannak ázsiai populációkra jellegzetes génvariációink. Tehát nekünk magyaroknak ismerni kell, hogy a mi egészségre hajlamosító génjeinkkel hogy állunk, ezeknek a variációi milyenek, és ennek a segítségével fogjuk majd tudni azt is megismerni, hogy melyek azok, amikkel betegségekre hajlamosítanak. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg egészségesen idősödjünk, hiszen hiába jó a testem, ha például szellemileg egy Alzheimer-kor 90 éves koromban olyanná teszi az életminőségemet, hogy nem tudom élvezni azt az életet a továbbiakban. Úgyhogy nagyon sok tennivalónk van még. Amikor ilyen kétszer hosszabb ideig élő mutánstörzseket hoznak létre. Tehát elmondanak egy olyan gént, ami az öregítésért felelős biológiai funkciót hordozza, akkor ez a kétszer hosszabb ideig élő törzs, ez kétszer hosszabb ideig fiatal, kétszer hosszabb ideig
aktív korú, és aztán kicsit kétszer hosszabb ideig öreg. Tehát ez arányos élettartam növekedés, nem az öregkor tolódik ki, hanem a fejlődési folyamatok lassulnak le. Ez a vízió, amit önök megfogalmaztak, ez ebbe benne van. Azért itt beszéltünk arról, hogy mennyi minden hajlamosít bennünket, meg az is, hogyha visszavezetjük évszázadokra a magyaroknak a történelmét, befolyással van ez, vagy van erre kimutatás, hogy a daganatos megbetegedések tükrében is ez milyen hatással van ránk? Vagy hogy mi magyarok a daganatok tekintetében miben vagyunk élen? Hát nagyon sok, sajnos nagyon sok mindenben élen vagyunk. Tehát maga a bél, vastagbél daganatos halálozásban elsők vagyunk a világon, tehát azért az egy nagyon nagy szám, de gyakorlatilag majdnem minden daganatos halálozásban az élvonalban vagyunk. Ami tényleg nem genetikával függ össze, mert hát azért van egy csomó olyan fajta daganat, aminél a genetika kevésbé játszik szerepet. Én, amit úgy tapasztalok inkább a betegeknél, hogy a jellemző az, hogy nagyon későn jelentkeznek a betegek, tehát már olyan előre haladott stádiumban jönnek el orvoshoz, amikor már nem nagyon gyógyítható, illetve nagyon jellemző az, hogy a szűrővizsgálatok Magyarországon 30-40%-os arányjal folynak. Az észak-európai országokban ilyen 90%-os arányban mennek el az emberek orvoshoz, illetve szűrővizsgálatokra, és ezzel tudják elérni, hogy 30-40%-ban ki lehet szűrni a korai stádiumú daganatokat. Igazándiból, ami mostanában a nagy szerencse, a személyre szabott orvosásról ugye egyre többet beszélünk, és miért személyre szabott az orvosás, mert célzottan próbál ugye egy daganattípust kezelni, és hogy ma már nem azt mondjuk, hogy mellrákot gyógyítok meg vastagbélrákot, hanem azt mondom, hogy melyik génnek a hibája következtében egy fehérje felszaporodik, és azt a fehérjét terméket próbálom megcélozni, és sokkal-sokkal fókuszáltabban, sokkal kevesebb mellékhatással tudom ezt megtenni, mint hogyha a korábbi kemoterápiát csináltam. Tehát ez a célzott terápia egy nagy előrelépés, akkor van baj, hogyha valakinek nincsen olyan szomatikus mutációja, amelyre létezne célzott terápia. De én azt gondolom, az onkológusok lehetnek a legboldogabbak, mert az ő esetükben működik leginkább a személyre szabott terápia, nézek rá Erzsébet, hiszen nálunk például neurológiában sokkal kevesebb esetben fordul elő, de bízunk benne, hogy a mi esetünkben is, ugye főleg ritka betegségek vonatkozásában van olyan, hogy bizonyos genetikai hibának a kiavítására irányul egy terápia, és csak is azoknak jó, akiknek olyan hibájuk van. Onkológiai betegeknél ugye a rossz gének sokkal gyakrabban vannak, és sokkal több esetben tudjuk őket megcélozni. Azért olyan jó hallani arról, hogy a biológiai terápia hogy szárnyal, de el ne feledkezzünk már arról, hogy a pszichológiai ráhatások, hisz beszéltünk erről, biológiai leképeződésekben tudnak megnyilvánulni, vagyis egy kapcsolati hatás például fokozza a szervezet ellenálló képességét, meg küzdő képességét, és hogy bizony ezért ma én nagyon örülök neki, hogy konkrétan a mi onkológiai intézetünkben is Budapesten folynak olyan kutatások, amelyek azt igazolják, hogy a csoport kezelések az egyénre szabott, szuggesztív, tehát a saját lelki erőknek az életre hívása, a túlélési erők, megküzdési képesség előhívása, hogy akarj meggyógyulni, akarj élni, és ezeket az erőket előhívva, ennek lesz egy olyan fajta biológiai következménye, hogy valóban a gyógyító erők placebo effektus, pozitív placebo, és hát amennyire rengeteg a negatív placebo, a káros megjegyzések a beteget lebeszél, az esetleg rémhíreket terjesztő, és így tovább. Olyan nagy a jelentősége annak, hogy pozitív placebo, mert hisz tudjuk, hogy a placebo effektus az biológiailag igazolhatóan a szervezetben nagyon nagy erőket, gyógyulási erőket aktivál. Úgyhogy azért Freund Tamás mondta azt, hogy milyen kannabinoidok, opiátok, szervezetet élénkítő, kedélyt javító hormonok tudnak létrejönni emberi kapcsolat hatására. A placebóba például pont azt mondta el, hogy se te, se én, ha ketten vagyunk egymással segítő kapcsolatban, egyikünk személye sem kulcs, csak a kapcsolat maga, a kapcsolat létrejöttének, a bizalmi kapcsolat létrejöttének a pillanata, az az inger, a kulcsinger, ami elindítja a páciensben a gyógyulási folyamatot. Ha már
ha már gyógyuláskor lehet, hogy nagyon sokan megrémültek attól, hogy ugye bizonyos dolgokat, meg hajlamokat generációról generációra viszünk tovább. Azért van arra rálátás, hogy hány generációnak kell eltenni ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen öröklött hajlamtól, tulajdonságtól kvázi megszabaduljunk? Ha meg tudunk szabadulni? Bonyolult kérdés, ugye a hát Mendeli igen. betegségek azok generáció-generáció öröklődnek, hiszen a mutáns gén változat az adjuk tovább utódokra, és ez ilyen szempontból, hogyha nem javítjuk ki a gént, vagy nem tűnik el a populációba, akkor ez fennmarad ennek a hatása. Amiről itt az előadáson beszélünk, ez az epigenetikai hatások, hogy ez hány generáción keresztül fejtik ki a hatásokat, ezek a kémiai módosulások, ezekről ma még nincs abszolút ismeretünk. Modern rendszerekben látunk 4-5 generációon keresztül ható változásokat, és aztán, mintha a genom elfejtene mindent, újra kitisztul, és minden működik rendben, de ez alacsonyabb rendű, egyszerűbb organizmusok esetén figyelték meg. Elképzelhető, hogy ember esetén ez akár röviden, vagy akár hosszabb generációs időt jelenthet, tehát akár 2-3 generáción belül elmúlhatnak ezek az epigenetikai módosulások, vagy akár még jóval tovább is 6-7-10 generáción keresztül kifejtetik hatásukat. Csak egy nagyon konkrét példával érzékeltetve, valakit egy trauma ér, ugye az egy kémiai változás együtt járó folyamat a sejtekben, ennek van kromatin szerkezetet, a DNS másodlagos szerkezetét átalakító hatása, ez tud öröklődni 3-4 generáción keresztül, tehát egy nagy trauma, az akár a dédunokákban, ükunokákban is komoly betegségek kialakulását, vagy akár pszichológiai, pszichiátriai tüneteket tud előidézni. De hogy ez pontosan, ennek mi a molekuláris háttere, ez hogyan működik, hogyan öröklődik, erről ma még nagyon keveset tudunk. Hát azért én megjegyzem, én hívő vagyok, és azt mondom, a Bibliában az áll, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, heted iziglen, de irgalmasságot cselekszem, 1000 iziglen azokkal, akik a parancsolataimat megtartják. És azért legyünk őszinték, a Biblia számos az életünk vezetésére vonatkozó parancsolata megáll a lábán, hogy legyünk jók, hogy figyeljünk egymásra, hogy törődjünk saját egészségünkkel és a másikéval is, hogy adjuk meg a szeretett kapcsolatokban az éltető hatásokat. Mit soroljam még? Mindenki ismeri, remélem vélhetőleg. Ha másként nem, akkor a kultúra része a Biblia ismerete. Igen. Ugye itt arról beszélgetünk, hogy mennyire tudunk mi változtatni bizonyos dolgokon, de Tibor, van olyan történeted ne talán, hogy valaki, akinek nem feltétlen jó élete volt, de szerette volna, ha az ő leszármazottainak jobb lesz, de mégis közbeszólt az, amit ő öröklött, és hogy mégse tudott kitörni, szóval, hogy mennyire fontos mindaz, amit viszünk magunkkal. Egy újabb példával tudnám ezt megvilágítani, tétezzük fel, hogy van egy afrikai törzsben egy nagyon sanyarú sorsú hölgy, aki egyedül neveli a gyerekét, és hát minden megtesz annak érdekében, hogy ennek a gyereknek jobb sorsa legyen. Minden vagyonát és képességét összegyűjtve a gyereket 18 éves kor előtt kiküldi Amerikába, ott az, aki egy híres egyetemen beiratkozik, kiválóan tanul, hatalmas karriert fut be, egy kiváló orvos lesz belőle. A mama sanyarúsága és a mama élete során kialakult genetikai, epigenetikai változások bizony a gyerek epigenetikai szerkezetét is meghatározzák, és ennek következtében elképzelhető az, hogy ez a jó körülmények között élő legényke ugyanolyan rövid élettartalma és olyan komoly betegségekkel fog szembesülni, mint a mamája, hiszen ezek a változások tőlünk függetlenül az őseinkben megtörtént, közvetlen őseinkben megtörtént epigenetikai változások, és mint a génjeinket ezeket bizony örököljük. Folyamatosan arról beszélünk, mennyit tudnánk mi is tenni, és akár itt említettük a futást is, a lelkünket, hogy mennyivel az életmódunkkal, de gondolok arra, Erzsébet, hogyha szintetikus dolgokat juttatunk, mert milyen az ember? Kapdossa, nem? A vitamint, a nem tudom mit, mert ez a könnyebb módja, hát én megelőzöm, hiszen én szedek sok mindent. A daganatos megbetegedéseknél rosszat is tehetünk? Igen. Tehát azzal, hogy én azt mondom, igen. Ja, hát bevetem a napi vitaminomat, holott? Holott gyakorlatilag semmilyen vitamin nem véd, semmilyen ásványi anyag, illetve vitamin nem igazán véd a daganatok kialakulása ellen. Sőt, vannak egyes tanulmányok, amik azt mondják, hogy mondjuk a magas kálcium szedése, tehát valaki sok kálciumot szed, csontritkulásra, nőknél ajánlják 45-50 év felett,
azoknál csökken mondjuk a béldaganatoknak a kialakulása, ugyanez a D-vitaminra, de ugyanakkor meg a prostataráknak a kialakulását megfokozza. Vagy van, ami most nagyon divatos, antioxidánsok, például a karnitin sportolók kiszedik. Ott kimondottan ki van mutatva, hogy akiknél előzőleg dohányoztak, ott a tüdőráknak a kockázata megtízszeresedik, hogyha valaki ezt szedi. És azért ez egy mindennapi tapasztalat hozzám, ha bejön valaki, hogy egy zsáknyi, tehát egy egész reklámtáskányi különböző, kb. 15 fajta ásványi anyag, vagy egyéb étrendkiegészítőt szednek, és senki nem tudja, hogy ennek milyen hatása van. Egyrészt a szervezetre, egymást egyrásra, hogy ezek közömbösítik, erősítik, vagy mit okoznak, illetve ha már a rákos betegekről is van szó, akkor azt se tudjuk, hogy az a kapott gyógyszerelésére milyen hatással van. Hát például vannak egyes, például a C-vitamin, az gyakorlatilag majdnem mindenki szedi az őszi-téli időszakban, de a C-vitaminnál sem egyértelmű az, hogy most ez egy jó hatással van-e a szervezetre, persze fokozza az étvágyat, az immunrendszert, ez benne van a köztudatban, de azért van egy kis összefüggése azzal, hogy esetleg prostatarákot okoz nagy mennyiségben, ugyanezt mondhatnám bármelyik antioxidánsra is. Úgyhogy nagyon vigyázzunk arra, hogy mit szedünk. A természetes gyümölcsökben, zöldségekben bevitt A-vitamin, B-vitamin, egyéb dolgoknak nincsen káros hatása, de amit már mesterségesen viszünk be, az káros lehet a szervezetbe. Úgy alapvetően, ahogy fejlődik a világ, és egyre többet tudunk a génekről, mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy mi, tehát a génjeink idomuljanak a világhoz, a változásainkhoz? Ezt meg lehet határozni? Ezt nagyon nehéz meghatározni. Én úgy gondolom, hogy az epigenetika még egy kicsit fejletlenebb, mint a genetika. Ugye 15 éve ismerjük a teljes gén térképet. Az epigenetikai kutatások azért ennél fiatalabbak, nagyon sok információnk van, nagyon sok állatkísérlet van. Itt a Tibor történetéhez kapcsolódva nekem is eszembe jutott egy történet. Ez egérkísérlet, ugyanis epigenetikai kutatások nagyon sok esetben állatkísérletekkel történnek. Azt vizsgálták, hogy azok az egéranyukák, akik nagyon rosszul viselkednek, nagyon idegesek, nem ápolják, nem gondozzák megfelelően a gyerekeiket, hogy vajon ezek a kisegerek milyen egéranyukák lesznek, hogyha majd neki kisegereik lesznek. És ez nagyon érdekes történet, ugyanis amikor a kisegérnek rossz az anyukája, akkor ő szorong, fél, nincs meg a biztonságérzete. Ennek következtében a stressz hormonoknak a szintje az felemelkedik, és van egy úgynevezett szintén mellékvesek érekhormon, a kortizol, annak a szintje pedig lecsökken. Ebből adódóan az ő agyában bizonyos receptorok át fognak alakulni. És amikor ő fel fog nőni, akkor ezek a receptor átalakulások már nem fognak visszaalakulni, és ő ugyanolyan rossz anyuka lesz, mint amilyen az ő anyukája volt, és ez egy nem tanult mintázat, és ezt úgy tudták igazolni, hogy elvették anyukától ugye később a kisegereket, más anyukák nevelték föl, és ugye a későbbi életkorban, és sajnos nem változott meg a mintázat, és ez nem azért, mert egy tanult magatartás volt, hanem azért, mert epigenetikai alapjai voltak ennek, hogy sajnos a korai gyermekkorban elért bizonytalanság, az édesanyja nem megfelelő magatartása több generációra sajnos nyomot hagy a gyermekeknek az életében. Én ehhez úgy tudok csatlakozni, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy az anya nélkül vagy anya hiányban szenvedő gyermekek esetében valóban irreverzibilis, megfordíthatatlan változások történnek az idegrendszerben, és valóban a fajra jellemző viselkedés nem csak az állatoknál változik meg, hanem az embergyereknél egyszerűen a szeretet képesség, kötődés képesség. Úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy a kötődés zavar, egy biztonságos kötődés helyett egy olyan, de úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy idegrendszeri modell, egy működés modell, hogy a receptorok száma milyen lesz, a kapcsolatoknak a sokasága, sűrűsége milyen lesz. Hát ha nem kap ingert, nem alakul ki, és ez, hogy úgy mondjam, tényleg úgy marad. Tehát később sem lesz képes, önhibáján kívül nem lesz képes az illető biztonságosan kötődni, hanem szorongó, ambivalens, nem is sorolom, vagy egyszerűen nincs is megfelelő kötődési mintája. És ezek nagyon nagy boldogtalan
bátorságnak a forrásai. És a gyerek nem tehet róla, hogyha az anya nem tudja azt nyújtani, vagy hogy árva, vagy nem egy személy neveli, és ezek a hatások nem érvényesülhetnek. Szóval mennyi mindent nem tudunk még, de az biztos, és kiderült ebből a beszélgetésből is, hogy a lelki egészségünk igenis hozzájárul a testünk egészségéhez. Köszönöm, hogy ma is velünk voltak, tudják, napi témáinkhoz kapcsolódóan érdekes, izgalmas cikkeket találnak a ridicule.hu oldalon. Viszontlátásra!